Meséld el azt, hogy tök kinevettek a zenét. Ja, hát az nagyon jó volt. Tehát az első zeném, amikor megírtam, az egész osztály röhögött, meg minden. Egy ember volt, akinek tetszett, az miatt folytattam. Utána kijött, mit tudom én, a második vagy harmadik olyan zeném, vagy nem is jött ki, de megcsináltam. Nem, kijött egy zeném, ami már nincs fenn a YouTube-on. És, hogy mondtál, geciségből volt egy ilyen nyílt nap, vagy a faszom se tudja, ilyen karaokizni lehetett, és direkt, hogy leszégyenítsenek, berakták a zenémet, és én nagyon rosszul éreztem magam, majdnem sírtam. De még így csaptam fel, szóval ezt az egy példát lehet rólam. Tőlem tanulni, mert nem adtam fel azt, amit szeretek, és most elég jó, ami van. Ez szóval, a nagy sztori, inspiratív. Amit szerettek, soha ne adjátok föl, ha nagyon szeretitek. Én nem adtam föl, és talán ez volt a böjtje ennek az egész sztorinak, hogy ide kerültem az Azi mellé.